Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Mielőtt ezt megtekintjük, itt látható középen egy kártya, ami utal az élet erőre. Ez most a fő téma. Szükséged van erre az erőre, vagy te adsz másoknak erőt. Az is lehet, hogy lesz egy bizonyos hely, ahol te erőt meríthetsz magadnak. Itt látható a gyógyító erő is. Itt hamarosan lesz egy örvendezés. Ez lehet zene, tánc, vagy valaki meglátogat téged. Ez lehet egy kreatív tevékenység is. Valami örömteli beköszönt most az életedbe. Itt látható a szerelem. És itt megvannak az elvárásaid. Tehát gondolsz arra, hogy itt lesz most életerő, vagy ő ad számodra erőt, lesz egy látogatás, egy találkozás, itt van az öröm. A szerelmi élet területén megvan ugyan ez az öröm, de mégis valami van a háttérben, ami elszomorít téged. Itt ez a kártya középen utalhat a gyógyító erőre is. És ha így van, hogy kell a gyógyító erő, akkor az azt jelenti, valaki betegeskedik a környezetedben, vagy a párod, vagy valaki a családban. Lehet, hogy ez, ami most téged elszomorít. De látható középen a gyógyító erő is, tehát lesz gyógyulás. És ez a szomorúság elmúlik, hiszen a veszteség eltávolítja ezt a kártyát. Tehát ezek olyan pillanatok, de elmúlik. És utána lesz az örvendezés. Sőt, a szerencse is beköszönt hozzád. Valamilyen területen szerencséd lesz. És itt látható a remény, a betegség, a szomorúság elmúlik. Az is lehet, hogy elveszítettél valamit, vagy valaki kihasznált téged, ez is egy veszteség, és ez tett téged szomorúvá, de szerencséd lesz, és itt van hozzá a remény. Az is lehet, hogy egy bizonyos személy eltávolodott tőled, és te úgy gondolod, ez egy veszteség, és ez szomorúvá tesz téged. De ha lezárul ez a kapcsolat, vagy szünet van, ez által tulajdonképpen szerencséd van. Hamarosan javul a helyzet a szerelmi élet területén is, és javul a helyzet az anyagiakat illetően. Itt a szerencse, a remény és a nyeremény. Minden irányban, ami a gyógyító erőt illeti, ami a szerelmet illeti, ami ezt a veszteséget illeti. Ez a veszteség jó számodra, hiszen ez egy nyeremény, egy szerencse, és miután lezárulnak ezek a dolgok, vagy átlátsz ezeken a dolgokon, akkor itt lesz egy új kezdet, hiszen a gyermek utal egy új kezdetre. Persze, a gyermek jelentheti a gyermekeket is, vagy egy kisbabának a születését. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!